elővelő egy gyors teszt, Continental Grand Prix 4000-es kettő. Nagyon meg vagy hátszél van. Kell indulni dolgozni. Ez így jött ki. Az autót minden nap látom. Ezt még nagyon balra van a kormány. Nem akarok hülyeséget mondani, de ugyanaz a nyomás, mint az Ultrasport, a Continental Ultrasporttal tegnap, mint most, ma, jelenleg, azaz azonnal most, a Continental Grand Prix 4000-es kettő elő a hátul, ugyanazon a nyomáson van, kényelmesebb. 6-22-25 mindegyik, de ugye mértem, hogy valójában ez egy milliméterre szélesebb. Ez 28 és annak 27-es, vagy valami ilyesmi volt. Tényleg jó gurul, de nem tudom. De nem is ez a lényeg. Jobban átgurul az akadályokon. Szerintem arról beszélnek. Én a tartóságára, a defektálóságára, minőségére, megbízhatóságára, kupásállóságára vagyok kíváncsi. Az meg nem ez a fél óra lesz. Ugye mert 58 perc volt a starttól az az idő, amikor már lezuhanyozva átöltözve, lepakolva el kell indulnom dolgozni. Ez egyre fogy. És már csak 54 perc van a munkába menetel
tartsáig, de ezt nehéz abba hagyni. Finom! Nagyon jó érzés! A kicsi fájdalom! Jobbra kell fordítani, mert balra, most a jobb kezem a hosszú, de nem itt. Ahogy elmenjek, domból várnak az elkerülőn. Ne válts vissza, állj ki! Mintha a leénős része meg vékonyabb lenne. Cseles ez a gumi. 50/11. Tuti hátszelünk van, mert nagyon megyünk. Most nézek előre, a kamerát majd ehhez kéne állítani. Az utolsó fogat hogy váltogatja, de nagyon jól. Hogy így föl le, jól áll a kormány, csak ez a kezem most nagyon előre van. Balra áll a kormány, az jobbra kéne rajta fordítani. Na most jobban balra áll, mint ahogy eddig jobbra állt. Ez egy cici-puszi művelet lesz, én már érzem. Kényelmes be egy kicsit. Jó pici ez a kormány. Szerintem kisebb, mint a válszélességem, hogy jó pont akkora? Hát, ja, pont akkora. Akkor elméletileg jó. Thank you.